A disznóvágás hagyományai. A farsangi időszak a lakomák, esküvők ideje, s a disznótoroké is. A néphiedelem szerint tilos disznót ölni újholdkor, mert akkor férges lesz a hús. Kedd, péntek, vasárnap ugyancsak alkalmatlan a disznóölésre. A disznóölést hajnalban kezdték és kezdik ma is. A segítőket először is pálinkával kínálták. Na, használjék! A disznóvágásban és feldolgozásban vannak külön női és férfi munkák. A leölés meg a bontás a férfiak dolga, de a kolbász, hurka, disznósajt készítése is. Az asszonyok feladata a bél tisztítása, a főzött töltelék elkészítése és feladatuk a friss ételek elkészítése is, mert a munka mellett az evés-ivásra is gondolni kell. Először a hagymás, megpirított vérből faladoztak. Ebédre aztán frissen sült pecsenye illatozott az asztalon. Az eladó lány feladata volt a hájas pogácsa elkészítése. Ezen a műveleten sok múlott. Ha a pogácsa jól megemelkedett, azt jelentette, hogy hamarosan férjhez megy. Amoda el a pusztában van egy szép nagy ház, abban lakik egy jó ember, Sándornak hívják. 20 nagy disznót öletett, öletett, annak tora vétetett, vétetett. Áldja meg az egek ura ezt a jó embert, áldja meg az egek ura ezt a jó embert. Adjon a magasságos Úristen ennek a gazdának 3 A-t, 3 B-t, 3 F-et, 3 D-t, 3 P-t. Éltet erőt, egészséget, bort, búzát, békességet, fűtfát, feleséget, diót, disznó, derejét, pénzt, paripát, pecsenyét az új esztendőre. Szívünkből kívánjuk! Isten éltesse! Egészség! Egészség! Akkor egészségünkre! Egészség! Egészségünkre! Egészségetekre!